Na, nézzük már, hogy mi meg azt egyébként itt, hogy hogy sikerült én ez a felvétel, amit csináltam, tehát hogy rendesen működik-e, 560 megát foglal, úgyhogy többet, mint a múltkor. Jó, ez benne egyébként, hogy teljesen jó egyébként. Na, ez egyébként teljesen jó. Következő szituáció. Nyomuljunk. Na. Megosztott. Azt mondja, hogy videó, ez. Ok. Na. Tulajdonképpen most már érdemes lenne elkezdeni ténylegesen magát a játékot. Új játék, hadjárat, első pálya. És akkor itt tulajdonképpen, hát nem nyomasos leír a mi újság van, itt egy ilyen tartományban fogunk most játszani, és választhatunk bónuszt, ami azt jelenti, hogy kezdéskor mit kapunk. Hát ugye itt megint nem jön mindenről sajnos, egyébként az, hogy itt kezdésként kapnánk valamiféle elsőjésetet, vagy kapnánk 14 darab addicionál pikkemant, vagy pedig kapnánk kocsim egy-két cuccot, 5 darab merkurit, szulfur kristályt és gemset. Ez egy nagyon fogós kérdés, azt kell mondjam. Itt ugye azt jelenti, hogy mi a pirosakunk, az pedig azt jelenti, hogy az ellenség pedig ilyen barna. Na most mit válaszok, azon gondolkozom, hogy én. Eléggé nézegettem, hogy mit ezt a harmadikat. Hát, ha esetleg az eléggé kacsingatok, hogy arra fele. Ezt fogom választani. Hát van egy ilyen videóbejátszás, hogy nem sok minden van egyébként benne, dumálás van, egy statikus kép, úgyhogy sokat nem jössze nézni. Duma, semmi. Good luck. Na most. Ez maga az első pálya. Mint ahogy látható, a nagysága MS. Tehát akkor itt, ezek szövetségeseket, fél dolgoz, láncsás, stb. Behozom a csapatba. Tehát ez is nem kellett elfogadnom, azt hiszem kapok én fél 17 van. Ez azt jelenti, hogy elfordulni belép hozzánk. Maná. Fél 27-et, hogy abból. 45. Láncsásból 17. 43. 43. 83. Teljes jó, mert egy csomó hajó, csak kitévedtetem, amit láttuk a tutoriában. 1000 és 5000, vagyis arany és 5 fa. Belépünk a várba, itt ma azért megint van mit. Tejbe, hogy gyakorlatilag elég alacsony szintű falu házat, tehát ezért tudom, hogy nyomjuk fel, csinálni a községházzal fog, mert nem már foglalkozni úgy, mint a pénzzel. Várásra mindenképpen kell köszönöm, ezeket már birtokolni fogjuk, ha tudjuk, azt nem tudom. Megnézzük, mi újság van. Gyakorlatilag tudjuk. Van varázsírunk, ismerős pontszám, ismerős pontból. Áldás is van, ez a bless volt, víz, vásodok elleni védelem talán, meg van pajzs. Jó, figyelj, tulajdonságaink. Hát, specialitásunk az, hogy kaptunk egy ilyen nyilazógépet, nyilvetőt. Ez mi járóiként alaptüzérsé is, ami azt jelenti, hogy tudjuk majd körönként két lövés biztosít elvileg, meg 50%-osan lehet arra, hogy dupla sebezést okoz, nem tudom, mindegy. Vezetés, ez növeli a harc hangot, tehát ugye ez minden, a harcban alkotanák hangot, tehát ez mindenképpen jó egyébként. Igen, ez a Leander ship, Leander völgyi ember, Leander völgyet, Leander völgyi. Mindegy, tehát lényeg az, hogy ez emiatt van egyébként az, hogy itt van egy plusz. Két defense, egy, hát igen, ez is inkább az erő kategória, mint a varázslat, majd felnyomjuk valami eszint, hogy van ilyen pofázás, ilyen küldetés napú fél, úgy enge fél ilyen betűizével, textúrával, vagyis ekkor betűtípussal. Egyébként mit tudunk itt ne csinálni? Ezek megvan, mi van a várban? Hát van kérem tisztelettel, 9 darab ijászunk, és van 14 darab cuccunk. Ez jó. Ezt ide, ezt oda. Jó lesz, oké, és akkor szerintem pedig húzunk kocsi mindenki fele. Na figyelj, itt szikla van. 500? Jöhet. 500 TP, itt a nyersen, hogy csinálj a gyémátot fölnövelni, vagy valamilyen értékkel. Érdeségként csinálj szerint ide valamit, figyeld, Swordsman csinálj a specialitás, nem tudom mit jelentik egy specialitás, hogy volt Swordsman. Mert Swordsman az nincs benne, tehát nem értem teljesen ezt. Itt már nem jöjjön basszan meg, mindegy akkor. Tehát hogy többet lő egyébként szerintem, hogy a Swordsman, vagy erősebbet üt. Ez még tipikusan egy Fortress jellegű nép, ugye hát látszik, hogy itt nem igazán bazada, viszont Navigation van benne, ami nem rossz, viszont nincs tenger, van, de hát nem nagyon lesz most annyira főszerepben. 0-1-2, maradunk kocsi menni. Az egyértelmű, hogy erre van fiel, kicsit egy cseppeték, hogy vezet a fiel, negatív morája van, meg nincs atakja ennek, meg van atakja, meg pozitív morája, tehát nem feltűnően.
Ez is inkább a lovak kategória, támadás, vezetés. Jó, azt az öcsém. És ebben fogunk pakolni ezt. Na most azt elmondom, hogy ha esetleg olyan lenne az épületünk, hogy itt már nem ilyen alapszintű lenne, hanem upgrade-es, akkor az upgrade miatt fel tudnánk ezt tornázni, tehát átnak építeni tudnak egy magasabb szintűre, de most ezt nem tudjuk megtenni, még mert nincs ilyen épületet, össze tudunk meg, de mindegy, nem tudjuk összevonni, ez nem gond. Ezt itt megveszem ugyancsak, és kérem tisztettek, két sereggel tudok indulni kemilyen. Hát, menjünk öcsém errefele. Fél villámcsapás öcsém, most nem tudjuk, hogy ezt megkaptuk, hogy mi van. Nem hiszem, hogy egyébként megkaptuk volna. Ó, dehogy nem. Na az jó lesz, viszont ez egy izével majd valahogy nyomat. És figyelj, ez jó egyébként, figyelj, ez Morseman specialitása, ami nem tudom mit tud, de lényeg az, mert csak van amilyen a támadás és a védekezése a Swordsmannek és ennek a kardforgatónak. Valami negyedik szintű valami, nem tudom, de nem értek semmit az egészből. Lényeg az, hogy valami jobb lesz így tőle. Na, én nem tisztelt, ők is a fjerrefele. Itt egy takony, Tritotiris, ugye ez barlanglakó, másik felesztés. Lotz, ami azt jelenti, hogy 20 és 49 között. Hát ezt leveljük, hogy a fink. Majd itt később. Ott egy Gugasz, mert ismerjük a múlt csatából. Ami esetleg lehetne nyomat még itt, tulajdonképp esetleg egy fiesz nyomot fel, tapám, nem buda. Azt mondja, 22, 6, 55, 1, 1, 2, 1, basic intelligencia, bölcsesség, az nem rossz egyébként, bölcsesség, az királyság, meg bölcsesség együtt. Mert egyébként mind a kettőnek negatív marája van, navigation, intelligence, a bölcsesség egy nem rossz. Meg úgy sem ennél. De legalább van nézik könyvbölcs, az is egy valami. Egyszer, a víz egyébként szokott úszni több dolog, van aranyláda, ebben átlábban csak is kizárólag pénz van, tehát nincs, nem tépi, tehát nem egyenlő ezzel. Meg van farakásod, meg átlábban 5 fa, vagy 5 fa és 500 arany, vagy csak 500 arany, hát nem is tudom. Tehát így inkább fa, mindig szóval menni. 5 fa. Tekerés. Etúrni, stb. Nem tudom mi ez. Mindegy. Fie van, hogy 20 gyémántunk, ezt kap ki. Meg 5, az 25. Barlang lakó. Lotz. 20-49 versus 94-54. Megbaszom anyát, hátam te köcsög. Hoppá! Ez azt jelenti egyébként, hogy olyan kemények vagyunk, hogy nem is kell a harcon is se. Az ellenség elmenekülne, ha engednénk, hát most ne engedjük. Ha elmenekül az ellenség, és ezt hagyjuk, akkor tulajdonképpen nem fogunk egyébként tépét kapni. Ha meg nem menekül le, hatunk, akkor meg fenn a lehetőség, hogy sérülünk, egységet vesztünk, viszont kapunk tépét. Gyere, Gezi. Tis, ennyi volt, figyeld, TP 138, tehát nem fogsz egy világot megváltani ettől, de az jó lesz. Fa, bánya, áj, ez, 1500, szintépés. Logisztika, az kell, ez is logisztikának, úgyhogy ez tudom, hogy ez fontos. Alaplogisztika megnöveli a hős mozgáspontját a szárazföldön 10%-kal. Na, és még több is, öcsém. Basic felfederítés, alapfedítés plusz egy körre többet derít föl. Inkább nekem a tüzesség többet okoz egyébként, haladó tüzességgel, már haladó egyébként, tehát ez már advance. Haladó tüzérséggel a hős kezelni tudja az ostromgépet, egy nem tudta eddig. Én nem tudta magát a dobat, jó. Továbbá két lövés biztosít körönként, és most már 57-70 szekos a 75-es valószínűség. Ilyen arra, hogy dupes vagy, hát akkor jó lesz. Egyszer. Itt van a stable, ez a istálló, mint ami bent építetőjéként emlékeztek rá, 2000 poton aranyért. Következő szint. Hoppa, hoppa, itt már nincs egy lehetőség arra, hogy ne elmenekül a ellenség, harcolni kell vele. Viszont a kicsit nagyobb a harcoljunk is ebből a következően. Jó. Puff. Ó, ja, és ezt nem is mondtam, hogy ez nagyon király, hogy ennek az íjásznak a második választási, második fejlesztési lehetősége, a számszerű íjász, kettő tud lőni öcsém. Egy rohadt gyengéjéként közel harcban, tehát érdemes elbújtatni öcsém a szobocsmen mögé mondjuk, vagy az arkongyal mögé, mert megeszik, meg orrálisan megbújgatják öcsém, nem tudom, ezek emények. Akkor ilyen hangosak egyszerűen, amit ő mehet, nem messze, úgyhogy inkább csak otthosan a dobásra, lényeg azt mondom, hogy jó az öcsém lesz. Oké, egy ez. Leszettünk ugye fél három meg négyet. Szóval azt mondom, hogy rendezkedik. Itt töltsem egy alabádos Kft. Ó, jó, azt mondtam, mosott cigány. Új, jó, szép volt, figyelj ezt. Egyszer. Egy, kettő, fél szóval azt mondom, ad neki apám. Pics, ennyi volt. Most jön csinálni alabádos, fél, nagy kihívás. Egy, tudja, tíz öcsém, de az anakám, ez fejed bajlan a kulcsém, mert valahú király. 20. 30 zobot levertünk, öcsém, és 180 tépét kaptunk. Hát ennyi. Következő kő, 5 darab kő, plusz egy bánya, rendelkezünk 5 fa, és... vagy 5 fa, beszéljük már, 5 izé, vagy 5 még...
kétosok. Tehát egy darab izével és egy darab olyan, na jó cső. Rüdítsünk öcsém. Következő. Felderítés. Observatory. Ennyi öcsém. Minden öcsém látszódik. Következő szint. Aha, basic, az alaptelepismeret, ez alaptelepismeret, kezdvezőtlen terepen való haladáskor, még a havas, itt már fia van, onnan hagyték egy kis havas rész, 25%-kal csökkent a hős lépés arányát. Jó, vagy pedig ez, plusz 2 hangzat, jó, majd azt később előcsém, ma rájönünk a nevelésre, még egy is elég. Lord's Gőg öcsém, jöhetsz. Most összükeléként akkor ez itt 22, és a 22 az 20 és a 42 között pont belefért, ezért lac. Ez viszont már dobál, tehát ez már jobban veszélyesebb egyébként, mint a Tojotiris. Egyrészt az, hogy ők erősebbek is, hiszen ez második szintű. Ugye a Tojotiris az első volt, az upgrade-ben, ez meg sima, fejlesztett nélküli, viszont ez erősebb azoknál. Ezért ez kapnak egy utalmat tőle, ami pedig egy ilyen formájából sem villám. Kettőt ment le 10 pontért, ez nem nagyon érte meg egyébként. Egy power könyv, és nincs több pontunk. Tics, 8. Szóval azt mondom, hogy erővel sem van a hadseregbe. Alapbát a csávó. Pikkelman, oké. Hát ezt nem mosztuk egyébként, mert mindegy. Kurva anyádat. Egyszer. És jöttünk még véget, öcsém. Ennek köszönhető az, hogy van fiat egy morálunk, mert ez has ugye az év felfele, nem pedig lefele. Egy lövés, két lövés, cső. Hát itt hiány. Fia, most rá tudnék adni fia magamra. Ja, nincs benne futás, jó. Akkor elnézést, csak azt mondom, volt, az már mutka volt, mert nem volt. Ha egyébként még közelebb álltam volna hozzá, hogy ide tudtam volna eljönni, tudtam ütni, és egyébként mindegy, akkor nem tudna lőni tőle messze, csak hogy közelre tudna ütni, az ilyen kolyó. Jó lett volna, de most mindegy, miért hiába bírnunk egy ütést. Sajnos, mert ez így alakult. Egyszer. Pú, öcsém. Egyszer. Kétszer. Tics. Ennyi. Hát igen, két alabádos, meg egy számszerű jászónak ugye lőttek. 286 pont. Ez, ami itt van. Ó, figyelj, öcsém, ez a magyarosítás, milyen faszol le van írva, minden. Bőség zavarra az meg itt. Lényeg az, hogy ez itt nem lesz egyiké más, így ránézés elmondom, mint ez a lándzsásnak ez az épület, ami tulajdonképpen itt nem más, mint az őrház. Tehát elvileg itt ez egy őrház lenne majd, ha rá tudunk menni, ha minden igaz. Na figyelj, öcsém. 1500 arany. 200 arany és 5 fa. Jöhet. 10 fa és 500 arany. Még jobb. Építkezési szint. Első lépés. Városházát fel kell nyomni, öcsém. Városházára kell a községházát, vagy mi az faluházát, vagy mi a szar ez. Községháza, ilyen faluháza első szint, 500-zal. Községháza második szint, 1000-rel. Harmadik szint, városháza, 2000-re. Negyedik szint, kapitol, 4000-re. Tehát fel kell nyomnunk a városházát, ez kell, kovács műhely. 5 fa, 1000 arany. Következő szint, fiel lépünk, öcsém. Stable, fiel lépéspont. Picikét megnőtt, nem is mentem volna semmit. Na most ez a szélmalom egyébként nekünk valamennyi nyers anyagot fog egyébként adni, mégpedig hetente csak egyszer ad. Véletlenszerűen egyébként, most itt 3 darab bort kaptunk, 23 ezer. Itt tovább menni már nehezen tudunk, mert itt már lac pokol kutya van öcsém, az első fejlesztés az igaz, harmadik szint az olyan erős, mint a griff. Az embereknél, hogy griffünk nincsen, mi griffünk sincsen, csak alacsonyabb szintek, abban van jó sok, tehát le tudnám még ezt verni, olyan erőlködni fel, de... Nem tudom, geci. Megmondom őszintén, gond. Jó gém. Hát én meg kúrom ezt öcsém, ennyi lesz. Fiat 8-8-8. Fiat versus 97-54. Állj, mert te motok. És itt van mi öcsém, hogy egy lövünk. Mink van. 3-3-1-1. És 10. Varázsnyil. 3-3-1-1. Akkor az megint nem is egy lószal csöcsém ez. 20 pontot figyeld venne le egyébként tőle. Az azt jelenti, hogy megsérül napán még egy sem menne le, szóval ezt érdemes lenni inkább nem erre pazarolni. Főcsém, ezt kap ki, öcsém. Áldás. Egyszer. Második lépés, ez azt jelenti, hogy az áldás, hogy maximális sebezés fogunk kiosztani. Ez már ötnőjéként egy kizáró ok. Ez inkább felmegy apám, mert ez megeszik apám reggelire, öcsém, ezt. Gyere, geci. Hát ez sos hiába nyilazógépünk, akkor is távolsági támadás, sebezés, felezés. Kettő, még így sem ment le apám egyse. Félcsém, ezt taktikát apám, milyen kemény voltam. Ez a megbuff gyengítve, az úgy gyenge apám most taktika. 5. Még egyszer, 4. Hát apám, ide sőjesz, hogy én azt annyit mondom neked.
Az mekkora volt, apám? Kicsit kerülgettük a fólókását. 600 tépit kaptunk, 27 levertünk, beszettés, fetesünk nulla. Szintlépés, ugyancsak nulla. 1500 TP. Basic vízmágia, advanced vezetés. Haladó vezetés, mert a hősöd katonáinak taggatát, plusz 2-el. Vagy pedig víz, alapvízmágia. Tudom, mi a legkebbéként? A bölcsességes, mert az összeset apám tartalmazza, első három szintet a izéből. Az alap bölcsesség, az tartalmazéként az alap víz, tűz, levegő, föld. Hú. Csúlyac ott keménykedik valamit. Na, az alap víz mágiának köszönhetően hősödnek a vízvázsatokhoz kevesebb varázspontot kell felhasználnia. Hát, nem is tudom mit mondjak. Hát, egyébként mágunk lenne azt, akkor pont fél, mi van még 5 ponton, hát aki tudok még 2-t lőni a izébe. Én nincs egyébként olyan mágunk, az a baj, nem tudom mindig, hogy konkrétan melyik. Megmondom őszintén, mert több is van. Itt most nem tudom megmondani azt, hogy most vízmágia vagy nem. Mert ugye, ez mondjuk vízmágia, az biztos, hogy a vízhárító, de ezt ki fogja használni mondjuk. Ez meg lehet, hogy inkább levegő mágia. Ugye, mert néha könnyű a földnél, ott hát van egy ilyen kis föld. De nem mindenhol lehet tudni, mert például a Bless még több típusúnál is van. Tehát elmégetünk is, hogy a varázsnél, talán izébe is van levegőnél, vagy izénél víznél, vagy nem tudom, melyiket tettem magamra már. Na, figyelcsém, havas tudsz, figyelj, nagyon király, mert nekünk már erre gondoltunk, ugyanis. Ja, nem menni a népnél volt? Ajjajjajjajjajj. Majd most jönne, figyeld, most jönne egyébként jól ez. Látom, mert itt csökkenti a hátrányt. Na mindegy. Jó, figyelj, hogy itt egy beholders, ez egy szemlélő egyébként, ami elég erős. Olyan erős, mint a kutya. Nagyjából, de vigyázzunk kell, mert lőni is tud. És ugyanannyi van belőle, ez eléggé veszélyes kategória, de minden esetre itt egy, nem akár, mint egy drága kövek tavát védi, ami igencsak értékes egyébként, érdemes ezért harcolni majd a későbbiekben. Figyelj, hogy ezt, apám, hát kemény vagy. 14 láncsás joint. Egyébként, itt van még fél boszorkány kunyhó. Egyszer. Itt van fél kutyapám, pak pokol kutyából, hasonló, mint a múltkor, de kevesebben van, mert a pak van, ami azt jelenti, hogy nem losz, tehát az 10-19 között van most ez. Jó, többnek tűnik, de kevesebb. Bárki tudja, kevesebb, mindig. Gyere, jó, ez viszont már másodos fejlesztés, öcsém. Egy ponton van, hát ebből nem eszünk most. Is egyszer, is kétszer. Figyelj ezt. Egyszer, kész. Hát elősünk benne a tékén talomban, mindegy. Gyere, geci. Kifingott a köcsög. Velem szórakozol, baszki. Figyelj, némi túlerő egyébként befigyel az itt zsebrugott lábbal. Na nézzük, mit tehetünk az ügy érdekében. Ajaj. Hát azt most már beszéltük. Kettőben csak le. Egyszer, kétszer. Egyszer, jó voltál, fiam. Egy, visszatolás, király volt a fiam. Nem mi az a baj, mit tud mit csinál a csávókkal, de tud egyébként valamit. Egy lövés. Mindegy, felismerhettem volna. Egy. Kész, szép volt. Hát ez ennyit tudtunk ebből kihozni egyébként, 4-75 egyébként, és 2-2-3. Veszteség. Jó, figyelsen, van új. Basic taktika. Tehát ez az, amit Mutka mondta nektek a izében, a tutoriában, oktatásban gyakorlatilag, hogy a gép, emlékeztek, a kék sereg a múltkor képes volt egyébként rendezni a csata előtt. Na most ezt mi is meg tudjuk csinálni egyébként, akit így érdekel nagyjából, hát próbáljuk, hogy mi újság van egyébként, ez nagyjából ennyit csinál. Alaptaktika lehetővé teszi az egységi csata előtti átrendezését 3 hexa kocka távolság, ugye 3 hexa kocka, tehát az azt jelenti, hogy előtte még plusz 2 egységgel 2 kockát tudsz tenni, nyilván lehet, hogy többet tovább növelni ezt. Az itt lévő zsoldosok tábora ez annyit csinál, hogy lehet választani, hogy vagy az atakot, vagy pedig a defense-ot mehet egyjel. Vagy elnézést, akkor ez nem az. Csak a támadást. Jó, akkor keverem azt az ontap azonnal, akkor vagy egy másik játékban volt, mint egy. Akkor csak jelent támadás, semmi más. Jó. 5 fa, 200 arany. Oké. 5 fa. Itt egy whirlpool egyébként, elmondom. A whirlpool egyébként nem csinál más, hogy a faszoda van egyébként írva minden bőséggel, apám. Azt tudom, hol kezdem, most annyi minden van róla írva. Tulajdonképpen annyi van, hogy rámenve erre az örvényre nem csinál más, mint egy másik örvényhez el fog teleportálni. Ez oda-vissza tud, mint a földalatti jeleját, oda-vissza egyébként működik. Csak nem tudjuk azt, hogy máskoron mi van. Lehet épp egy mit nagy vízi szörny mondjuk itt garázdálkodik, nem tudom, van egy ilyen ebben a játékban. Valami itt garázdálkodik mondjuk ezen a részen, azt akar elég kellemetlen, lehetne itt bármit tölteni, a vízen nem probléma ez.
Építkezünk egyébként valamit. Hoppá, fél csak jön húzatosan a fényolt, ami azt jelenti, nem tudunk angyal csinálni, hiába szeretnénk, úgyhogy nem tudunk felényesen győzni az ellenség felett. Viszont ezt kéne kivinni, piasztér. A piasztéren vásárolhatsz és eladhatsz nyersanyagokat, az átváltási arányok minden birtokol piasztér javulnak. Hát minél többen annál jobban jársz. Ezt Mutke le volt, azért most egyébként Mutke nem volt ez leírva, vagy le, hát ő leépítve végül is, vagy le volt építve, csak nem volt le, mert nem kellett volna építenünk. Na, félcsém ezt. Na most itt azon gondolkoztam, hogy itt még hagyjuk már még ezt talomba, egyébként itt indítéként ki a külső kereskedelmi állomás, ami ugyanúgy, mint maga a marketplace, de sokkal kedvezőbb az elbírása. Ha most megnézzük például azt, hogy mondjuk a fáját mennyi követ adnak, akkor ízét adnak, ilyet, akkor hetet adnak, ha megnézed ezt. Vagy pedig 7 gyémánt adnak, ebből a színből mindig azonos kategória, vagy pedig 75-öt adnak ebből. Ha megnézem mondjuk például itt, akkor már 20-at, mint látja mindenki, és 25-öt. Tehát 75 helyett 25 aranyat ér egy fa, és egy fa múltkor 7 fáját adtak egy gyémántot, most már csak 20 fáját adnak egy gyémántot, ebből a szempontból a külsők azok mind jobbak egyébként. Építeni megint tudunk. Mit tegyünk? Városháza fel. Alcott változások csimezel rám. Első lépés, második lépés. Építhetsz ugye mindent, illetve 2000 arany az, amit fogsz kapni, pont ez jó. 18.860, most abból már lehet gazdálkodni. Tovább megyünk. Itt egy kikötő, ez egy lighthouse, akarom mondani. Tulajdonképpen ez majd szerintem valamilyen módon navigációt a hajóidnak itt jobban, többet tudnak menni, amiatt, hogy látják, hogy olvasztítom itt, ami ilyesmit fog majd adni. Ami itt van, ez a látomások kertje, ezt mert nem fog már, nem lesz más, mint egyetlen egy darab ilyen varázskönyvet fogsz kapni, ez a tudáskönyvét, amivel nem 10, hanem 20 TP-t, vagy pontosabban 20 varázspontot tudsz majd gyakorolni magadnak az ütögetnek, ha úgy alakul ki. Ez meg is van. A vízimalomat megint csak véletlenül szörően fog neked adni, mint az a szélmalom is. Valamennyi... Ja, ne, jaj, nem. Ezet ad mindig. 500-at ad? Én most már hosszasan kivetve geci. Nem volt teljesen csak képben. Gyakorlatilag ez itt nem más, nem csinál mást, mint hogy minden héten csak egyszer tégén meglátogatni, és akkor ad neked 500 aranyat. Egyszer. Fia, feljebb megyek, itt fia, van még egy kidolg, ez az a... Itt egy por. Ez majd ezt van növelni, meg valamilyen értékkel. 1500 azért szép azért, 1500 nem rossz. Búja, ez általában ad egyébként neked szerencsét néha. Most sékén ad. Újabb pénz 1500. Oké, okay. Építeni nem tudunk. Tovább megyek. 1500 tép jöhet. Szintlépés. Ja. Advanced logisztika nagyszerű. A haladó logisztika megnöveli a hős mozgáspontját a szárazföldön 20%-kal. Kemény vagy, öcsém. Hát a lighthouse most nem tök, hogy mi van, de valószínűleg olyasmit lehet egyébként nagyjából, hogy a vízen található ilyen hűsöd, talán többet tud menni amiatt, hogy ez jelzi neki, hogy hol van zárt, hogy hol nincs, hát nyilván csak egy ilyen domóka. Egyébként ennyi. Nézzük, fél szulfú, 23-27. Szintlépés, tudásfája, de csak pénzért. Sőt, most nem is kell hajzati fél semmit, ezt kapja, csak plusz egy szint alapból. Basic levegő mágia, alaplevegő mágia, hasonló képéként van, mint az alapvíz mágia. Ugyanígy van alaplevegő, alapföld, alaptűz, alapvíz mágia. Alaplevegő mágiának köszönhetően hősödnek a levegő varázslatokhoz kevesebb varázslatpontot kell felhasználnia. Vagy pedig továbbfejlesztett, vagy haladó támadás, a haladó támadás 20%-kal növeli a közel hadsorán a lényeg sebezését. Hát már ezt kell nekünk egyetemen. Tovább, itt is egy kihá mennék most vissza, nem kapnék, mert egyszer látogattam, viszont minden héten lehet látogatni. Itt egy következő, ez a misztikus kert, ez is egyébként ad, ha jól emlékszem, akkor drágokat ad még 5 darabot, ha jól tudom. Vagy akkor pedig véletlenszerűen ad ez is valamit, de mind, ez is olyan, mint a malom, ami mindig véletlenszerűen ad neked egy héten valamit. Nagyjából ennyi. A kút nagyon király, mert az pedig maximálisan feltűnt, mert nekem pont jó, ne félj, mert 3 ponton van, naponta termelődik van miatt 1 ponton, de 30 pontom, mert 3 könyve van, ha rámekedik erre a kúton majd, most nem tudok elmondani, mert most nincs jelenleg annyi lépés, mondom, akkor ez felfogni maxra. Figyeld, flotszám. Hát most semmi csapám, mit sajnos. Figyeld, csávóka. Csórikám, ha jól tölt egyébként, és itt valamit fog egyébként adni nekünk, nem tudom, hogy ezt megkapom. Ezt megkapom egyébként elvileg ezt a tucat, ez így néz ki. A zsarnokság szelleme semlegesíti az összes jó hangulat bónusz a csata során. Akkor ez jó nekünk egyébként?
Meg az ellensőnek ilyen semmi segíteni, nem pedig a izé, nem pedig nekünk. Ez inkább a hulláknak van, mert sosincs egy jó kapik a hulláknak, ugye? Annak jobb egyébként az a hangulat. Javítás. Építkezés. Országháza. Kastély. De álljon picit a pár, mert most itt 5. napon van. Ez van. Kaszálnia kell. 2000. Csókolom. Picikét nézünk előrébb a jövőbe. Tehát jelenleg kaszálnyám az van. Kolostor kell majd. Itt talán meg lesz a kolostor való is majd. Kolostor lesz a 6. nap. 6-ra, 7. napra kolostor. Lavalda úgyse lesz, nem tudom mit tenni, ami azt jelenti, hogy érdemesen egy citadel menjen oda, és akkor a citadel segítségével még meg is duplázom a bennlévőt, és akkor másnap nagyon sok mindent fog kapni. Egyszer. 500. Fél szint típusom, expert, fél logisztika, hogy én mester logisztika, megnöveli a hős mozgáspontját a 100%-on 30%-kal. Na náhogy jöhet, öcsém. Basic bölcsesség? Akkor inkább ezt. Mert tudod miért csináltam inkább ezt? Mivel nekem már van mindenképpen logisztikám, ami azt jelenti, hogy itt mindenképpen fogok még kapni logisztika felhívásra majd. Táncra ugye, felhívást. De minden esetre a bölcsesség az pedig, ha letettem, akkor itt is egyébként lehet majd fejleszteni. A basic az egy nagy kedvencem, és az alap bölcsesség lehetőség biztosít számára, hogy megtanulja a harmadik szintet, csak a minden egyébként. Tehát teljesen független egyébként a víztől, nem kell külön vízmágia, meg ilyeneket tenni csinálgatni, mert a vízmágia is képes a harmadik. Hát, na mindegy, lényeg az, hogy ez így tudja, hogy mindent meg tud tanulni a csávó, amit nejelvedelbok szükségünk. Ebben a szempontból ez megír egy pontot. Oké. Okay. Következő, ez nem vár, hanem ez a háború iskola, ez hasonlóképpen, ha az is, hogy itt lehet választani azt, hogy vagy egy attackot, vagy egy defense-et akarsz. Tehát vagy egy ilyet, vagy egy olyat. Hát ugye itt lehet, hogy 5 izén van, legyen, akkor most egyejtsük ki azzal, hogy... És akkor még 1000 arany fejében, hogy basszolak meg. Úr, hogy ezt nem sokan egyébként, nem mindegy, szóval nagyjából így perkálni kell valami összeget. Nem csak melyikén már, hát szóval itt valami azt, akkor jól nézünk, köcsém. Fél game 2. Ment. Na most tovább menve, hogy van, ahogy is hívják. Kincses láda, jó van. Következő szint. Spell pont, figyeld, 4 pont. Maximum 30 pont. Egyszer. Itt ez egy szentély, de most megmondom őszintén, bejött a pár, és nem tudom, sok jönne, úgyhogy inkább nem besemegyek ide. Lényeg az. Oké, van itt 3 gyűzeink, az jó lesz, öcsém. Oké. Tovább, öcsém, könykönünk itt a vizen, öcsém. Ebben nem volt semmi. 5 fa. Félkezik is itt nagy fa nagy hatalom lettünk, öcsém, itt az idő során. A hagyta fia, a másik vesz, hogy itt van egy ilyen a Whirlpool, ha ide belemegyek. Itt a másik párja. De ez, hogy haza is tudunk jönni gyorsan, de ez egy több is van egyébként ebből még, több Whirlpool. 6. nap. Rendben van. Kolostor, oké. Egyébként elmondom, hogy lehessen látni, hogy mi újság van. Itt már van rögtön 3 ilyenem, 4 ilyenem, 7 olyanom, így várvédők, és egyébként most ilyen állapotában, hogyha 2 napot még tovább mennénk, akkor még ezek lennének, na, tehát ennyivel több a várban. Oké, lapozunk. Egy lépés, 500 arany. Vagy vízre fene. Igen, ez itt Lords Magog, hát a Magog, ez a fejlesztett Gog. A loc van, ez lőni is tud, és ez ráadásul olyat lő, hogy ilyen tűzbombát, tűzgolyót lő, ami több egységet sebez. Ebben a szempontból, ez nem ellenség, hogy itt, ami itt van, ez a tudós, ez, ha jól tudom, akkor most meg nem mondom, vagy a izét növeli, valamit éjjjön növel egyen. Vagy a atakot, vagy a defense, most meg nem mondom, vagy pedig lehet, hogy ez a négyből valamiket növeli. Sőt, egyiket se. Basic tanítás. Na nézzük, szóval arra van nyavonó szó, hogy talán basic tanítás. Ez annyit csinál, hogy alaptanítással a hőseid tanítani tudják egymásnak az első, második szintű, csak az alappal. Most ez akkor jó, hogyha ilyen találkozunk, ugye egy főhős találkozik egy mellékső hősre, ami hozta neki az alapvető információkat. Jaj, de értelmesek vagytok, meg én basszam meg. És izé van, és tulajdonképpen annyi a lényeg ennek az egésznek, hogy ez egy jó funkció ebből a szempontból, hogyha ilyen van, de egyébként nem érdemes. Nem nagyon hasznos egyébként, ez most már mindegy, mert nem tudunk választani, mert rá meg akkor okgombot nyomni, tehát nincsen más, de most elvett egy helyet egyébként a hasznosabbak közül, de mindegyiként nagyjából jó az így is. Oké. 9 ponton van, ami nem sok. Magúgot van. Mert egyébként az, hogy ennyi van, az nagyon kevés egyébként.
Vártam, hogy szám pedig egyébként ennyiből áll, áldásom, hát már 4 pont figyelt 20-20-ar. Látod, tulajdonképpen itt. Szép az ez. Még tulajdonképpen emlékszik mindenki mutka az áldásra, meg a varázsnyíra mind a kettőjéként 5 pontosabbat. És most már 4 pont, ami azt jelenti, hogy egyértelműen vízmágiához csatlakozik. Tehát ez nagyon túlszalunk. És azért király, és ez pont jól jön egyébként most ki, mert egyébként, hogyha ez... Elhondom ezt a faszkét, hogy elhagyom. Ez azért nagyon király egyébként, mert most látjátok, hogy pont 9 pontom van. Tehát ha ez most nem szedtem volna magamra azt az alap vízmágiát, vagy levegőmágiát, vagy nem tudom mi a szart, vízmágiát, akkor 5 pontba kerülne. Magyarul én egyet tudnék ebből varázsolni most, mivel most olcsóbb, ezért 2 tudok még dobni. Hiszen 9-ben megvan a 4 még kétszer, ugye? Ebbe a szempontból túlzar. Na. Egyébként. Nézzük, hogy mi újság van. Egyébként tudnánk egyébként előnyt is kovácsolni egyébként ebből az egészből. Rámegyünk, bocsém. Úgyhogy mi várakozok. Na szóval, ami nagy, egy 7. nap, igen. Citadel, figyelj ezt. Számok. 15, 9, 7, 4, 3. 15, 9, 7, 4, 3. 22, 13, 10, 6, 4. Van egy kis különbség azért, és ez csak ez egy csinálta. Tehát a következő héten, most ilyen nincsen bent semmi elérhető tudsz, következő héten ennyit fog egyébként kapni. Tehát túlszor az egész. Hát, megmondom őszintén, hogy rámehetnénk. Menjünk rá, szarul bele. Fél 12 van ebből, 11 van ebből, hogy ex nagy, hogy többet is sebez. Na most, két lövésem van. Első lépés. Puff, lementőcsém egy, sprint. Fajul mentőcsém, nem durva. Egyszer, jó voltál. Szép volt a sebezés. Egyszer, kettő, nagyon jó volt. Rohadjál egy szemétel a kicsit. Egy lövés. Figyeld, majd mondom mi van, ezt ide telebom erre. Puff, szápan perni a faszom, jelkezik. Kezit csinál a fasz. Na figyelj, hogy mi újság van. 299 TP, 3 atak és 23 defense divíze. Atak, mint támadó defense, mint a védekezőknek a tábora, amicsit megrodjant. Na öcsém. 1000 TP, oké, itt megy egy tábla, hogy hol járunk. Hát ez viszont már egy kemény fia akna szörnyöcsém, első szintű ráadásul. Ha jól tudom, igen. Viszont a probléma az az, hogy elég erős egyébként, viszont meg tudnak egyébként ezt verni, mert ez csak Several van ebből. De gyakorlatilag ugye az 5 és 9 között. Picikét nézegessünk mi tovább. Íme itt egy hattyúk tava. Ez is egyébként növeli a szerencsét talán, viszont azt hiszem, hogy levesz a lépéspontot. Igen, ez a szerencsőni, viszont lépéspont 0 lett egyből. Ami itt van, ez pedig nem más, mint egy mágus kunyhója, itt meg lehet egyébként több ponton ilyen felderítést tenni a pályán. Jó, van egy kis fa. Csodák páncélja. Most ez a páncél összes elsőleges képzettséget plusz 1-en növeli. Öcsém. Tényleg ez történt. 2-2-3-2. Tehát mindig egyet nőtt. Ez nem semmi az ezúma azért. Hoppá. Ez olyan, hogyha gyakorlatilag 4 szintet léptem volna. És 4 ízit tudtam volna egyszerre megnyomatni. Nem gyenge. Tehát tulajdonképpen ennyi nagyjából itt a hatás. Némi izi ajándék az így fémekért a vizen. Tekerés. Új hét. Szulfulöcsém meg lesz. Szintlépés. Majd lesz. Itt választunk egy ilyet. Hoppá, ez nem a hó, ez a farkaslovas félfosztogató. Kicsi mi errefele. Fél egyetősebb ezen a részen dejtettünk. Ez a szemek egyébként a környékén egy ilyen kilátót jártunk volna ott. Tehát ilyen bónéki van nyomulás. Logisztikit is megjelent, ezt már ismerik egyébként, hogy ez túlszar. Következő lépés. Templom. Ez általában mind növeli egyébként a morál értékét, mégpedig egy egységgel. Következő szint, csillagpont, ez pedig ezt felnövelni egyel. Csak egyetlen egyszer csak. 1500. Szerencse már minek. Üres volt a láda, csókolom.
Következő lépés. Építkezés. Istállók. Ez fogja ki lehetőt tenni számunkra azt, hogy tudunk majd lovardát építeni. Ez mindenképpen, ez a cavalry kategória. Oké. Okay. Jó lesz. Ez hasonló kép a kereskedelem János, mint itt volt egyébként a múltkori részen. Szarvas démon. Mondom őszintén, hogy itt mi gondolkozunk ezen a dolgon. Picikép, mi már mit le errefele. Ez a kis diffenzőm, és nem fogja ként átani. Aha. Némi fa. Oké. Okay. Figyelj, te gyizi. Hoppa, hoppa. Egy ellenséges csereg. Hát, de nem sok minden, amelyik púcse. Jó, ez egy tényleg kár ezért a cuccért. Ezek levenni, hogy semmit a fing minket, hogy én azt már most megmondom. Van gond. Lovarda. Húszva. És ez már faszom, már belevezek. 20, ez a gond, az a gond, az egész fejtelen mondom, hogy akarom, hogy lehessen látni ezt a szart, akkor itt kell lennem, ugyanakkor nem tudok szövegelni akkor. Nem, ha meg akkor tudok szövegelni, akkor viszont itt izélni látni semmit. Mikor lesz kész nagyjából szerinted? Na jó, azt mondjuk kibírom ezt a itt a helyszínt. Na öcsém, itt a kavarring. Azért nem mindenki félszer, 15-ös apám. Mindig 15-ös, nem rossz. Kettő ebből, négy abból, hat abból, tíz abból, 13 ebből, csinálom 22 abból, jó. És mindjárt egy csomó pénzünk. Egyszer. Nem te halt meg, fiad, nem gyúrva. Na, kérem tisztelt, ez jó lesz. Basic bölcsesség itt nem volt még. Defense plusz egy. Mivel új hét van, ezért lenne, és itt még lenne egy kis extra. Ebben az épületben várható valami extra juttatás. Illetve itt is. Itt is lesz még egy extraság, amit még lehet minden héten kifosztogatni. Itt van az ellenség, várapám, nem durva. Na, következő. Itt már fél lett sim. Fejlesztett lovadat egy lehetne csinálni, amíg nem rossz, de nyomosunk most nem kastélyt. Figyeld, 22, 13, 10, 8, nem gyenge azért, ez pont megmaradt a 8-as, többi azért nem. Gulanyál, mászkázó, gulanyál, kereci. Na most annyi lesz, hogy... Hoppá, van ez némi harc. Na most elmondom, mi lenne a lényeg. Annyi nagyjából itt, hogy... És ha húzzam az Isten faszába, te faszgeci. Kurvára mászkálsz itt, bazdmeg. Na most, ami itt a legerősebb jelenleg a fény oltárában található angyalokon kívül, ugye, mert azt nem lehet csinálni, a ez. Én nem veszem viszont még ezt itt ki teljesen, hanem elkezdem picikét még itt valamilyen módon. Hát ugye itt, kérem tisztelettel, én ki fogom öcsém venni ezt, és le fogom csinálni egy ilyenre. Ezt, meg ezt fogom magam vinni, az őt pedig viszont majd a másikkal legyen valamilyen módon megosztás. Itt érdemes lennéként ezt a mellettéként elfoglalni még. Nem. Ja, itt is van még egy extra, ez mind érdemes lennéként, mert sok kicsi sokra megy. Egy por. Extra 500 arany. 1000 arany, nem gyenge azért. Itt is egyébként van még toborozni való minden izébe. Fier. Rüház. Szintlépés. Itt fogok fél kijönni, mert ez a hőse, ugyanis ezt a pajzsot, amit szedtem, hogy át fogom adni, kérem tisztelettel a hősünknek. Az jó lesz, öcsém. 6-6-3-2 lesz egyébként az állás. Lovaldát átfejlesztjük. Átépítés egyébként úgy néz ki, hogy rámegy, öcsém, erre. És a 2 és a 3 nyírra, és a 400 a különbség, és akkor az már fejleszt. Hogy a kavalri most már így fog gyakorlatilag kinézni, az a teljes pompájában egyébként, azt kell mondjam. Gép még dolgozik egy sort, öcsém. Hát a véletlenszerű nyersanyagból kaptunk 3 darab Merkurit. Azt nekem úgy állunk az a bagezi. Álljunk már, csomag fejtelen, el kell most mondani, hogy vizelni. Aztán jövök mindjárt vissza. Ennyi van. Csőztök.
ez. Pipáltam. Jó. Kb-ként ennyi. Na. Kérem tisztelt, a csillagzabás után faszom, jelentkezünk új bölcsémmel ez a cuccossal. Kijöttem öcsém újra ide, az utcára, remélem, hogy nem fog pontyolni valaki, rohadjon meg a kurva anyját a kocsivájával, bazd meg. Na, elmondom, jó újság van.